A 9-es mezőnyviselő Luis Suárez az elmúlt évek egyik legjobb középcsatára. Sokféle csapatban játszott, a Barcelonától az Atlético Madridig, de mindegyikben jól teljesített. Sziasztok, én Máté vagyok, és ebben a videóban elhoztam nektek 5 dolgot Luis Suárezről, amit lehet, hogy nem tudtál. Nem is szaporítanám tovább a szót, vágjunk is bele. Első, gólöröm. Pályafutása alatt nagyon sok gólt lőtt, de mindegyiket ugyanazzal a gólörömre ünnepli meg. De milyen is ez a gólöröm? Először megcsókolja a csuklóját, aztán az első három ujját. Ezt valószínűleg tudtátok, de az nem biztos, hogy miért pont ez a gólöröme. Hogy megtudjuk, visszamegyünk a 2002-es évhez, amikor Suárez utcaseprőként dolgozott. 7 testvérével és szüleivel rossz körülmények között éltek, de a barátnője Sofia jómodú családból származott. Ő biztatta Suárez, hogy kezdjen el komolyan foglalkozni a focival. Egy pár évvel később Sofia elköltözött a családjával Barcelonába, és ezt Suárez teljesen lesokkolta. Teljesen kiborult, és bánata miatt abba akarta hagyni a focit. Rossz tanuló volt, és a focipályán is borzalmasan teljesített. Nagyon szeretett volna elköltözni a barátnőjéhez annyira, hogy át is akarta szerződtetni magát a Barcelona foci csapathoz. 2009-ben összeházasodtak, aztán egy évre rá megszületett első gyermekük, Delfina. Véletlen egybeesés, hogy a lánya neve a klub stadionjának, az Anfieldnek az anagrammája. 2013-ban fiúgyerekük született, akit Benjaminnek neveztek el. Ezután Luis elhatározta, hogy a pályán is tiszteleg a családja előtt. Így született meg a gólöröme. Először a csuklójára ad egy csókot, ami lányát, Delfinát szimbolizálja. Az ünneplés pedig úgy fejezi be, hogy megcsókolja a három ujját, ami a család többi tagját jelképezi. Így született meg ez az ikonikus gólöröm. Második, a harapás. Általában nincsen gond az urugvái támadó viselkedésével, de néha felszínre tör a haragja. 2010. november 20-a. Éppen a PSV ellen játszottak, amikor Suárez meglepő módon fogadta Akán Bakkát, hiszen beleharapott a vállába. Ezért eltiltották 7 meccsre. Ezen az eseményen ott volt Zsuzsák Balázs is, aki így nyilatkozott a harapásról. És amikor ez a sztori az elindult, én ott voltam, én ennek szemtanúja fültem, a test közelben voltam, mert ugye első meccsen ez ott történt ez a sztori, amikor mi megvertük őket 4-3-ra. Így van. De lehet, hogy akkor azt hiszem, lehet, hogy a csúnyábbik vereséget kapták, és akkor állították őt ki, amikor a Bakká csapattársamat harapta meg ott a félpálya közepén a dulakodásnál, úgyhogy ez ott történt. És Suárez ezt mondta. Nem bántam meg azt, ami történt. Alapjáraton nyugodt tudok maradni, de ez itt nem sikerült. Egy kicsit fáradt vagyok, ezen a héten sokat utaztam. Harmadik. A pofon. A felvételen látható, hogy Suárez ad Neymarnak egy pofont. Negyedik. A harapás. 2. 2013. április 21-e. A Liverpool az Anfielden fogadta a Chelsea-t. Luis Suárez a vörösök kezdő 11-ében kapott helyet. 67 perc után megharapta Ranislav Ivanovicst. Suárez bocsánatot kért tőle a Twitter oldalán, de és telefonon is megbeszélték az ügyet. 5. A Messi tépés. Suárez a Las Palmas elleni bajnokin rosszul célzott, vagyis a kapu mellé rúgta a labdát. Mérgében szétszakította magán a meszt. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és írjátok meg kommentben, hogy mi a véleményetek Luis Suárezről. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!